A vajdasági tehetségek 5 kategóriában, természet, társadalomtudományok, zene, képzőművészet, valamint sport kategóriában kerültek kiválasztásra. Kozma Szabolcsot is díjazták. Megtisztelő igazából, mert nagyon meg is lepődtem, de természetesen azért, mert ugye ez a tisztelet meg, ami még becsülés, ami ezzel a díjjal jár, az valóban sokat jelent nekem. A gálán kimagaslóan teljesítő diákok mellett a tehetségek szolgálatáért járó mentori díjakat is kiosztották. Agárdi Hajnalka osztálytanítóként az évek alatt számos kisdiákot készített fel versenyekre, munkájáért elismerésben részesült. Azt, amivel foglalkozol, szereted csinálni, és csinálod, és végzed, és élvezed, akkor annak van előbb-utóbb valamilyen eredménye. Most néha kap az ember valamilyen elismerést, néha nem, de a sok szeretet, amit a gyerekektől kapok, az kárpótol mindenért. A vajdasági tehetségsegítő tanács kódexében eddig 255 név szerepel, hiszen az elmúlt 10 évben számos tehetség kerül díjazásra. 10 évvel ezelőtt útjára indítottuk a tehetséggálát, amely a megbecsülésről és a tiszteletről szól azok irányába, akik erőt, energiát tesznek az adottságok mellé, és nagyon szép eredményeket, teljesítményeket hoznak önmaguk és a társadalom számára. Minden olyan kezdeményezés, ami a tehetséges diákok díjazására, megismerésére, felismerésére és elismerésére irányul, borzasztóan fontos, hangsúlyozta Vicsek Anna Mária, oktatási államtitkár. Az egyesületnek a munkája is azt mutatja, hogy nagyon fontos odafigyelni ezekre a gyerekekre, fontos odafigyelni a tanárokra is, hiszen csak akkor lesz tehetséges utánpótlás. A vajdasági tehetségek az ajándékok és a pénzjutalom mellett egy tanulmányi úton az Álmok Álmodói kiállításon is részt vehetnek majd Budapesten.